Sziasztok! Itt vagyunk újra a 2024-ben Forma 1 világában. Formában, rovatunkban, azután a bahrájni nagy díj időmérője következő, ami kivételesen pénteken volt, ami azért érdekes, mert a bahrájnban nem nagyon van pénteken időmérő, de ahogy csörtökön sem szabad edzés, ahogy szombaton sem verseny, most mégis ez történt. Már elég régóta vártam, hogy mi lesz vajon ebben az évben, lesz valami nagy izgalom? A kisebb változások okán, bár ebben nem reménykedtem. Hát nem lett olyan izgalmas ez az időmérő, de azért olyan rossz sem lett. Nem lett annyira rossz sem. No, de hát térjünk rá a lényegre, ami is volt ugye az eredmény. Beigazolódott az, amit a szabad edzéseken és a teszteken láthattunk, az Alpine sajnos a legrosszabb autó lett. Nem tudom, mi történt velük, állítok több verseny és futam kell nekik ahhoz, hogy kiigazítsák a kocsit és valami jobbat hozzanak ki belőle. Mert sajnos most azt kaptuk, hogy az utolsó két helyen Gasly és Ocon áll. Eléggé sajnálatos ezt látni. Hát reméljük, hogy Mick Schumacher nem ide akar jönni, mert most ugye az Alpine-ra mondták, hogy lehet, hogy esélye van, a Merci mellett a harmadik számú pilóta és tesztpilóta. Jól lenne látni egy jobb kocsiban, hogy tényleg mit tudna mutatni. Egy jobban kezelhető és vezethető kocsiban, mint a például a Haas annó akkoriban. Ahol egyébként Magnussen utolsó fél évben verte, azért ezt ne felejtsük el, és sokkal több pontot szerzett volna, hogyha nincsenek box taktikai, illetve box kiállási hibák. No, de minden esetre az Alpine most nem egy üdvözlendő, hát ilyen meghívó levél, mert ha valaki onnan kap most meghívást, mondjuk 25-re, nem biztos, hogy elfogadja. A Williams lett a 18. Sargent-tel, hát sajnos azt kell mondani, hogy Sargent továbbra sem valami jó, ami jó, mint Albon. Ez van, én meg nem tartottam volna el az évre, lehet, hogy ez csak az én véleményem, minden esetre. 18. lehet, a Williams nem valami jó, körülbelül ott van egyébként, mint tavaly egyelőre. Vagy a Sauber is, sőt, talán még kicsit hátrább vannak. Ugye most már Sauber a nevük, ugye tavaly más volt a nevük, már is felejtettem, hogy mi volt a nevük. Pedig itt van a nyelvemen, de ugye tudjátok, hogy a Bottas és Joe-ról van szó. Alfa Romeo-na eszembe jutott, tehát most a kickre váltottak egyébként. Úgy nézek ki, mint a kick, ha rámentek online erre a Twitch-szerű stream oldalra, ahol én is egy pár videót annól csináltam, de leguntam a 720p-s kötelező felbontás okán, amit nyújtani tudtak, mert kicsi voltam, illetve azáltal, hogy letörölték az elért eredményeimet, csak azért, mert egy-két hétig nem tudtam éppen streamelni. Na mindegy, szóval most ők vették meg a kicket, én visszatértem a Twitch-re ennek ellenére, még az is jobb ennél. A megoldásnál nem voltak valami erősek, hát ez van. És se őket, se Okonékat nem szídnám, és nem is díjaznám persze, de nem ők a hibások, itt a csapat, illetve az autó koncepciójában valami elvésve. 15. lett Magnussen, Kevin Magnussen, Haas-szal. A Haas is majdnem ugyanott van, ahol tavaly évvége fele volt. Voltak kicsit jobb és kicsit rosszabb eredményei, de az is itt is egyértelműen látszik, hogy ahogy Sargent Albonhoz képest, úgy Magnussen, ugye bár Hülkenberghez képest nagyon gyenge. Nem tudom, hogy őt is egyébként miért tartották meg, mert tavalyi évben egy-két versenyen kívül nem volt valami a célos. Ricardo a 14. lett az Alfa Tauri valaminek most már valami Visage RB a neve, de itt a legtöbb helyen online mindig Alfa Taurit látok. Ők is szinte majdnem ugyanott vannak, ahol egyébként tavaly voltak, sokszor a pont szerzés közelében, néha egy-két pontot lecsípve, de ennyi, egyelőre nem látszik nagy differencia, sajnos, azt kell mondanom, bár én többet vártam tőlük. A versenytempó persze egy más tészta, azt tegyük hozzá a gumikopás és a box taktika, a gumi választás, meglátjuk. Albon a Williams-el 13. lett. Ők is szinte ugyanott vannak, ahol tavaly voltak sokszor, mert tavaly is ilyen pont szerzési közeliségben voltak a legtöbbször. De hát Albon megint közelebb van a pontokhoz, mint Sargent, nem is kevéssel. Szóval őt dicsérni, a csapatot kicsit szídni lehetne. De annyira nem is rontottak, tehát olyan nagy differencia egyelőre nincs. Stroll lett a 12. Az Aston Martin jobb lett annál, mint amit ők maguk állítólag vártak. Én viszont ennél többet vártam volna a tesztek és a szabadedzések okán. Szóval én egy kicsit egyelőre csalódott vagyok. És Stroll megint azt hozta körülbelül, ahogy Albonhoz képest Sargent, ahogy
Ricardo körülbelül ugye Cunodához képest, bár Ricardo nincs annyira messze Cunodától, hiszen ő 11. lett. Stroll versenytempója hol szar, hol néha meglepően egész jó. Meglátjuk, hogy holnap tud ezen javítani. Cunoda is 11. lett, esélye van neki. Akár Strollnak a kicsit feltörekvő Aston Martin, hogy egy-két pontot elcsípjen, de akár Albon vagy Ricciardo is beszólhat ebbe. Hülkenberg a 10. lett a Haas-szal, ez azért meglepő eredmény tőle, mondhatnánk, legalábbis a csapat tekintetében, de ő azért jó pilóta, és a maximumot szokta kihozni, amennyire lehet a Haas-ból, szóval egy nagyon jó vétel volt annó. Meglátjuk, hogy ezt pontra is tudja majd vételezni, mert láttuk tavaly, hogy a Haas hátrafele megyenget a versenyeken, iszonyatosan gyorsan koptatja a gumikat, sokszor egy kiállással több kell neki, mint a többieknek. Reméljük, hogy holnap nem ez lesz. Hamilton a 9. lett a Mercivel, csalódáskeltő eredmény, de állítólag ez azért történt, ő nyilatkozta, mert a csapattársához képest egy eltérő beállítást használt egész hétvégén. De akkor még nem változtatta át arra, amit George használt. Nagyon sokszor ezt tették a korábbi esetekben, tavaly előtt egymás beállításait cserégették, na mindegy, hát nem tudom. Ez van, versenyen még bizonyíthat, Hamilton versenyeken azért tavaly csinált meglepetéseket. Piastri a 8. lett a McLarennel. Piastri egész hétvégén eddig rosszabb volt, mint Norris, 3-4 tizeddel is akár. Meglátjuk, hogy holnap versenytempóban fel tudja venni vele a fonalat. Ugyan Norris csak egyen van előtte, 7. lett, de ez azért, mert 3 tizedet saját interjúja válaszai alapján 3 tizedet dobott el. Az első szektorban, ahol tényleg sárga volt a szektor, rosszabb volt, mint addig bármelyik egész hétvégén. Két helyen is, azt mondom, az 1-es, meg a 4-es, vagy a 2-es és a 4-es kanyarban fékezte el, most nem emlékszem ezt pontosan, de lényeg az, hogy elmondta, hogy ez 3 tizedet jelentett, ami azt jelenti, hogy a második lett volna a 7. helyet. Azért ez elég nagy hiba. Hát ez van. Reméljük, hogy a versenyen javítanak. Alonso a 6. lett. Ha azt nézzük, hogy 383 ezerre van a Verstappentől, akkor nem is olyan rossz, hogy 363, most nem látom pontosan. Akkor nem is olyan rossz. De azért mégis 6. helyezés, de elég szoros, ahogy láthatjátok a mezőny. Ez jó, hogy egy kicsit összehúzta a mezőnyt ez a verseny egyelőre, meg úgy látszik a kisebb szabálymódosítások. De nagy változások azért mindig nem hozott a csapatok tekintetében. De az látszik, hogy az időmérőn nagyon közel vannak egymásra az első hét. Norris hibájával együtt 4 tizeden belül van. Perez 5. lett. Megint eléggé elmaradt 3-4 tizeddel általában Verstappentől. Meglátjuk, hogy a versenyen, ahol ő általában kevésbé koptatja a gumikat, tud-e valamit mutatni. Alonso is, látom azt, hogy akár előre törhet egy-két helyet, ha jól rajtol, ha jó a box taktikája. Perez a gumikopásában hihet, mert általában ezeket kezelni szokta. Sainz a 4. lett, 3 tizeddel. Sokszor második első helyen is volt. Itt az időmérőn végül ide került, ez van. De látszik, hogy nem olyan rossz pilóta, bár még mindig kicsit elmarad egy, hát kb. Egy tizeddel Leclerctől például. George Russell szerintem az egyik nagy meglepetés, a nap meglepetés a 3. helyével. A Mercedes ezt a gyatrább, hát korábbi eredményi, bár volt egy nyerte szabadedzése is, de nem mindig jelent az sokat. De ez miatt inkább leírták, illetve egyébként a Q1-2-ben sokszor elég szarul szerepetek. A Q2-ben majdnem kiestek, 13-14. Helyen voltak az utolsó pár. Percben tudtak javítani és bejutottak a Q3-ba. Szóval nekem ez egy meglepetés volt, de örömteli is volt azért látni, hogy Russell továbbra is azért egész jó formában, 3 tizedre van egyéb iránt ő is. Verstappen első helyét, ugye Leclerc, a második lehet 2 tized lemaradással. Legtöbbször ő látszott, hogy a legközelebb ő lehet, de ő is aprókat hibázott, ezt saját maga jelentette ki, de szerintem, ha jól vettem ki, szavából azért 1 tizedet jelentett, tehát valószínűleg nem vehette volna át a vezetést. És Verstappen az utolsó szektorban egy picit hibázott is, így verte egy 2 tizeddel Verstappen. Hát annyi látszik, hogy a Red Bull Racing most is egész jó kocsi, annyi, hogy egy picit talán 1-2 tizeddel közelebb került a mezőny. A nagy kérdés az inkább az, hogy időmérő után a versenyen is ez a helyzet, hogy közelebb kerültek-e, vagy akár utol is érhetik. De sajnos a hosszabb távú elemzések, a szabályozásokról, a tesztekről azt hozzák, hogy a versenytempóban sokkal jobbak, ahogy tavaly is, mint időmérőn, úgyhogy tartok tőle, hogy holnap unalmasabb lesz, mint ez a kicsit középszer időmérő.
ne így legyen, remélem nem így lesz, holnap aztán 4 órakor indul a verseny, mindenkinek ajánlom nézzétek, mert mégis az idei első verseny, de ne annyira bizakodjátok el magatokat, mert tartok tőle, hogy lehet, hogy nem lesz annyira izgalmas, de a második helytől hátrafele már nem ez a helyzet, mert annyira szoros a helyzet, hogy egy elcseszett gumi vagy kerékcsere, rossz bogtaktika, sok mindent elcseszett, vagy egy rossz rajt. Holnap egyértelműen a gumiválasztás, a rajt, illetve a bogtaktika az döntetényező lesz, és leginkább talán a gumikopás. Egyelőre a Red Bullon látszik, hogy egész a gumikopás. A McLaren kérdője, de valószínűleg altottak sok esetben, tehát nekik lehet, hogy jobb lesz, mint várnánk. A Perezék is úgy tűnik, hogy... Vagy Perez, bocsánat, a Sainzék is úgy tűnik, hogy javulhattak tavalyról képest a Ferrari. De hogy mennyivel, az már egy más kérdés. A Norris azért gondolom, hogy jobb lett gumikopás, mert direkt elfékezte állítólag direkt a Norris szabadezésen, és így lett hatodik, vagy hetedik ott is. Ha ezt nem teszi, akkor első lett volna, vagy második ott is. Szóval ott még lehet meglepetés. Alonsoéknél, hát nem tudom, náluk változó volt tavaly, hogy mennyire volt jó a gumikopás, meglátjuk. Én ezért bizakodok benne, hogy holnap egy izgalmas verseny vár ránk. Remélem, majd ti is így fogjátok érezni. Valószínűleg Péterrel és talán még Alexel együtt is kiegészülöm, majd hétfőn ezúttal talán csak, de fogunk beszélni, mert sajnos nem ér rá Péter most megnézni élőben a versenyt. Meglátjuk, hogy majd hétfőn akkor tudunk róla beszélni, addig is mindenkinek izgalmas utamot kívánok, izgalmasabb volt mindez az időmérő, ami ugyan rossz nem volt, de nagyon izgalmas, meglepő vagy érdekes sem. Búcsúzom tőletek. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!